Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm a gyülekezetet. Istennek igéjét Péter első levele 4. fejezetéből olvasom, a 7. verstől a 11. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Mindennek a vége pedig már közel van. Legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mindenek előtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Legyetek egymással vendégszeretők, zúgolódás nélkül, ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igét, ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, aki a dicsőség, hatalom örökkön örökké. Amen. Álltam azon a helyen, ahol ősi hagyomány szerint Jézus a mennybe ment. Egy kő. És arra gondolok, ha visszagondolok erre, hogy lényegében, amióta kereszténység van, minket azért tett, hogy onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat, mondja ez a 3. század elején már létező közös keresztény hitvallás, apostoli hitvallásnak mondjuk. És ez így van velünk adventistákkal is. Az nem kérdés, hogy Jézus visszajön-e. Csak mi mindig azon törjük a fejünket, hogy mikor. És éppen ezért a kereszténység egész története lényegében egy csalódás sor története. Az advent történet is ez. Nemrég ünnepeltük a 175. évfordulóját annak, hogy eleink várták Jézus visszajövetelét. Én álltam azon a sziklán, ahol várták. És Jézus nem jött vissza. Éppen ezért nagyon sokszor identitás zavarról szokás beszélni, holott nem az Isten van zavarba, hanem velünk van valami, ami hitünkkel, ami profécia szemléletünkkel van valami baj. Mi úgy gondolkodunk mindig Jézusról, hogy vannak proféciák, és abból körülbelül úgy ki lehet számolni, ha pontosan nem is, mert hát Jézus azért azt mondta, hogy sem a napot, sem az órát, hát akkor azért az évet ki lehet számítani, hallom az okoskodást. És úgy gondolkodunk, hogy vannak események, amiket be kell teljesedni, és lesünk eseményeket, és ráfogjuk ezt, hogy most ez az az esemény, az erre gondolt Jézus, arra gondolt Jézus, és ezekben csalódunk. Amikor az Andrews Egyetemen voltam hallgató, Ken Strand testvértől tanultam Jelenések könyvét, és a Polin testvér előtt ismeritek, közösen jártunk egy szemináriumba, és egyszer kaptunk egy házi feladatot, hogy az adventista prédikátorok kezdettől fogva hányszor jövendöltek meg eseményeket, amiknek be kell következni hamarosan, mint Jézus Krisztus második eljövetének jelei, és egy heti levéltári kutakodás után 50 ilyen eseményt láttunk, egy se teljesedett be. Csalódtunk? Én úgy gondolom, hogyha jól hiszünk, akkor nem. Az apostolok azt hitték, hogy az ő életükben eljön Jézus. Meg voltak róla győződve. Az úttörőink azt hitték, az ő életükben eljön Jézus. Az én nagyanyám mindig azt mondta nekem, hogy ő élve fogja meglátni Jézus visszajövetelét. Biztos igaza lesz, de feltámadva. Mert hát valamikor a 70-es évek elején ő már elment.
Hogy van akkor ez? Hogy merjük mondani azt, hogy mi adventisták vagyunk, és mi az, hogy advent? Eljövetel, visszajövetel. Merhetünk proféciákról beszélni? Amikor annyit csalódtunk? Úgy gondolom, hogy egy alapvető módszertani hibát követünk el, és ennek a kiküszöbölésére nagyszerű lesz majd a következő negyedévi lecke, ahol Dánielről tanulunk, egészen másképp, mint ahogy ti gondoljátok. Nem a történelmet tanuljuk meg belőle, tudnék, a profécia az nem a történelemről szól. Az rólad meg rólam szól ma. És valahol itt a baj. Nagyon sok adventista a jelenből ki akarja találni a jövőt. És ez nem megy. Titkok az Úré, a kinyilatkoztató dolgok a miénk. És a kinyilatkoztatás, ez nem eseményre vonatkozik. A kinyilatkoztatás az rólam szól ma. Ez a futurológusok dolga, a futurológia az egy olyan tudomány, hogy a jelenből ki kell számítani a jövőt, a várható jövőt. És a futurológusok is mindig csalódtak. Az első nagyon jelentős magyarul megjelent futurológiai könyv, egy Fritz Bár nevezető német szerzőnek a műve volt, az volt a cím, hogy a versenyfutás a 2000. évig. Ez valamikor 1950-es évek elején jelent meg magyarul, német tudósnak a dolga, és pontosan közgazdaság ilyen-olyan statisztikai háttérrel kiszámolta, hogy milyen lesz 2000-ben a világ gazdasága. Jelentem, semmi nem teljesedett be belőle. De ugyanígy járt a római iskola, stb., a mind ilyen futurológiai iskola, mert a jelenből nem lehet kiszámítani a jövőt. Hát akkor mi a profécia? A profécia pontosan fordítva dolgozódik. Mert Jézus visszajön, ez biztos. Biztos a jövőnk. De csak akkor, hogyha ez a jövő meghatározza a jelenünket. A futurológia jelenből akarja kitalálni a jövőt, a profécia jövőből, jövő biztos jövővel akarja szabályozni a jelenünket. Hogy milyenek legyünk mi. Mert Péterrel együtt mi elmondhatjuk, a vége pedig, mindennek a vége közel van. Nem vitás, hogy Jézus visszajön. Csak hogy látszik ez a mi életünkön? És itt van a kérdés. Szóval mi a jövővel, a várható jövővel, a Jézus által megígért jövővel, nem is egyszerűen várható jövővel, a Jézus által megígért jövővel élünk, úgy élünk, hogy Jézus ma értünk jöhet, vagy pedig nem. Ezen is rengeteg félreértés van. Először majd így, fokozatosan levetkőzzük a rosszat, és elfelejtjük Róma 7-et, hogy ez a két ember, Jézus visszajövetelé küzd bennünk, a jobbik és a rosszabbik énünk, tessék Róma 7-et elolvasni. A Pál is úgy kiállt fel, hogy jó én nyomorult ember, kicsoda szabadíthat meg. Vagy úgy gondoljuk, hogy ha majd ez jön, akkor majd, hogyha ez meg így jön, akkor majd. És elfelejtjük azt, hogy a jövő biztos. De nekem csak akkor biztos, hogyha a jövő, a visszajövő Jézus ma alakítja az én életemet. Nézzük csak az ígét. Péter első és második levele nagyon sokat jelentett az első keresztények számára. Azt a csalódást, hogy az életükben nem jött el Jézus, és ez egy nagy csalódás volt, azért nem rázta meg a gyülekezetet, mert volt ez a két levél. Ez az, amelyik elmondja, hogy igen, lesz ez, és ez, és ez, és ez, gondoljunk Péter második levelére,
Amit úgy folytat Péter, de milyeneknek kell néktek lennetek szent életben és kegyességben, akik sóvárogva várjátok, sietettetek a Isten napjának az eljövetelét. És valahol ez a gondolat a Krisztus várásban, a laodiceai lany melegségben valahol elpárolgott. Tudjuk, hogy jön Jézus, van egy elméletünk hozzá, hogy majd így, majd úgy, legyen az a vasárnap törvény, vagy meg tudom én mi, ami biztos lesz. Tudjuk. De addig, amíg ez nincs, addig egyre érünk arra még. És múlnak az évek, és mi maradunk ugyanolyanok, akik voltunk. Vannak jelek, és a jelek nem jelentenek semmit. Nekünk. Legfeljebb érvet, hogy na az embereknek bebizonyítsuk, ugye mégiscsak igazat mondtunk, hogy Jézus előre tudta, persze, hogy tudta előre. De a jel akkor jel, hogyha jelent számomra valamit, nem? Mert este hazamentek, bekapcsoljátok a tévét, és meghallgatjátok a híreket, biztos lesz benne három vagy négy jel, amiről Jézus előre beszélt. És ez így van. És ez három-négy jel alakított az életünkön valamit? Milyeneknek kell néktek lennetek szent élekben és segély? Tetszik érteni? Mert a vége mindennek közel van, de hogy folytatja az apostol? Nézzétek meg, milyen érdekes. Azt várnánk, hogy itt majd jön egy nagy-nagy profécia, magyarázat és sor, hogy majd így, ha az meg lesz, akkor majd így, úgy lesz meg, emez lesz meg, amaz lesz, és nem, nincs, nem találunk ilyet. Mi nagyon sokszor a profécia magyarázatban nem tanulunk Jézustól. Jézus mond egy klasszikus profétai mondást, kőkövön nem marad, emlékeztek, ki a Jeruzsálemből, falak kőkövön nem marad. És a tanítványok mit kérdenek? Mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végén? És Jézus erre nem válaszol. Azt mondja, hogy meglássátok, hogy senki el ne hitessen titeket. Mi nagyon sokszor a hitet és birodalmában vagyunk, de prédikálunk arról, hogy Jézus hamar jön. És a szomszédunk, akiknek elmondjuk, és ezt se csapja a kezét, na ne mondja, hát nem is látom az életén, hogy Jézus hamar jön. Itt van a problémák. A hitetés hat. És a hitetés az nem tanítás. Nézzétek meg, felsorol 7 hitetési alkalmat, egyik se tanításbeli. Csak éppen az életből származó valami. Erről most nem mondok semmit, leírtam a Pánika proféciák körül című kis füzetembe. Hanem szeretném, hogyha itt néznénk, hogy hogy kell, ha a vége mindennek közel van, hogy kell viselkednünk. Úgyhogy legyetek tehát. Nem azt mondja, hogy tanítsatok, hanem legyetek tehát, és két tulajdonságot mond. Az egyik, hogy bölcsek és józanok. Mi ez a kettő? A bölcsesség az nem tudományt jelent. A bölcsesség az más. A bölcsességet úgy lehetne visszaadni, úgy a görög, mint a héber szót, hogy az a képesség, amit én úgy mondok egy kicsit népiesen, jobban értsétek, átlátni a szitán. Tudni azt, hogy mi miért van és hogyan van. Ez a világ a megvezetések világa. Ezért szoktam mondani, hogy nem demokráciában, hanem manipulokráciában élünk. Manipulálnak a reklámok, manipulál minden bennünket. Az orrunknál fogva vezetnek, nem? Mindent a látszat dönt el. És én, mint hívő ember, vajon ellátok-e addig,
hogy a vége pedig mindennek közel van. Jézus a Noé napjairól beszélt. Noé napjaiban nem az volt a baj, hogy esznek, isznak, házasodnak, férhez mennek az emberek. Ez az élet természetesen. Eszünk, iszunk, házasodunk, férhez megyünk. A baj ezután kezdődött, hogy nem vesznek észre semmit. Mert Isten ügye az a látszatok ellenére megy előre. Nézzétek meg az egész megváltási tervet. Ki hitte volna, hogy az Éden kapujába, ahol Kain agyoncsapja Ábelt, az ábeli vonal lesz a győztes. Ki hitte volna, hogy Noé, aki bárkát épít, szárazföldön egy ládát, Sulán az azt jelenti, hogy láda, nem valami tengerjáró hajót épített, hanem szép hajóformájút. Le van írva, hogy négyszögletes volt. És bemegy a ládába egy héttel előtte, előtte nem volt eső. Mindenki azt mondta, hogy bolond ez a Noé. És mégis Noé lett a győztes. Ki hitte volna, hogy az az Ábrahám, akinek megígéri az Úr, hogy sok népek atya lesz. Ez az Ábrahám lesz a győztes. Mert megszületik Izsák, és pontosan Jákob vonalán megy, a csaló Jákob vonalán megy tovább ez a dolog, és ha megnézzük Jézus nemzetségével végig, vagy Jézus élete, a kereszt, kereszten dölt el minden, az volt Jézus győzelmi jele, amikor mindenki azt hitte, hogy na most már vége mindennek. Az egész megváltási terv csalódásokra épül. Miért? Mert meg kell tanulni, hogy nem a mi gondolataink az ő gondolatai. Bölcsek úgy lehetünk, hogyha nem okoskodunk, hanem Isten gondolatához szabjuk magunkat, és átlátunk a szitán. Na de ehhez kell egy másik tulajdonság, hogy legyetek józanok. A józanságnak az ellentét a részegség, nem van lelki részegség, és nem csak testi. Tudjuk nagyon jól a Bibliából. A részeg ember az, aki nem látja reálisan az életet. Úgy tudnám mondani, aki nem a jövő felől látja a jelent. Nem az, aki kiszámítja a jelenből, majd hogy lesz a jövő, hanem fordítva. A jövő szemüvegén átveszi észre a jelent. A jelen értékeit, a jelen szépségét, és a jelen csapdáit, a jelen hibáit, a jelen bűneit. Vajon éber vagyok-e és józan? Bölcs vagyok-e vagy és józan? Ez a nagy kérdés. Mert, azt mondja, csak így tudok igazán imádkozni. Tudjátok, hogy mi a legborzalmasabb? Két dolog az, ami az adventista gyülekezetekből eltűnik. Az imádkozás és a tapasztalat. A tapasztalat az nem más, mint Isten jelenlétének a felismerése a mindennapokban. Az imádkozás pedig nem az, hogy szépen imádkozom itt a szószéken, vagy milyen testhelyzetben imád, stb. Nem ez. Az imádkozás az a szüntelen imádkozás, hogy én állandó párbeszédben vagyok az Istennel, tehát forró dróttal az Istennel, állandóan be van kapcsolva a mobilom, a lelki mobilom, hogy amit mondok, teszek, stb. Azt hallja az Úr. Isten jelenlétének a tudata gyengült meg. Beszélünk Istenről múlt időben, hogy Jézust elküldte, csodálatos tapasztalataink voltak a múltban. Beszélünk a jövőről is, hogy majd így lesz, meg úgy lesz, elképzeljük a jövőt. De a jelen. Ma Istennel találkoztunk, vagy csak információ cserére jöttünk el a gyülekezetbe? Prédikációt mondok, vagy prédikációt hallgatsz, csak
vagy a szívedben beszélgetsz az Úrral, imádkozol, mert ez az ima. Mondd-e valamit az Úr? Mert biztos, csak hallod-e? Vagy alszol? Mert az alvás állapota az, amikor kikapcsolódik a bölcsesség és a józanság, kikapcsolódik az imádkozás, kommunikációs közössége. Ez a mai kereszténységnek a nagy dilemmája, állapota. Mai kereszténységünknek, adventistaságunknak, Krisztus várásunknak, ha így tetszik. És ezt tudjátok, mi mutatja meg? Itt van az igében. Azt mondja, mindenek előtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok vétket elfedez. Nincs javítani valunk már az egymás iránti szeretettel? Mert ez az, ami a sok vétket elfedez. Ezt úgy kell érteni, hogy elkövetjük egymás ellen a hibákat. A szeretet az megértést is jelent. A szeretet az azt jelenti, hogy én a másik jobb ikényét szeretem, és nem a rosszabb ikényén dühöngök. Mindjártnak van rosszabb ikénye, vagy van itt valaki, akinek nincsen rosszabb ikénye? Szóljon, mert tudjátok, mit szoktam erre mondani, akkor felállunk imádkozni azért a hazugért, aki feltette a kezét. Nem? Hogy állunk tehát? Ez egy olyan kérdés, ami a Krisztusvárás alapja, és adventistaságunknak az alapja. Ha én hiszem, hogy Jézus jön hamar, mert a vége pedig mindennek közel van, mutatják a jelek, el tudom mondani jeleket, el tudok róluk prédikálni, és igazat mondok, ti is igazat mondtok, tudjátok. De nem változik az életünk, akkor a jel nem jelent nekem semmit. És ha a jel nem jelent semmit, akkor az a jel nem jel számomra. Nem? Egymás iránti szeretet a missziónak is az alapja. Ahol egymással közömbös, vagy egymással ellenséges viszonyban élnek az emberek, oda nem szívesen megyek, senki. És ma az embereket nem tanítással lehet megnyerni, csoda prédikációkkal. Mai ember eddig van a prédikálással. Prédikálásnak egy alapigéje van, ez a szeretet. Az egymás iránti szeretet, de nem szóval. Szeretteim, ne csak szóval, nyelvvel szeressetek, hanem, mondja János első level, ami cselekedettel is valóságban. Ahol szeretnek, oda megyek, szívesen. Ahol nem szeretnek, ott nincs jelen Jézus. És akkor lebontja ezt még gyakorlatilag is az apostol. Azt mondja, ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak. Mert lelki ajándékot mindnyáján kaptunk, nincs olyan, aki nem kapott lelki ajándékot. Ez a lelki ajándék, higgyétek el, nem a prédikálás csak, az is az. Egyik. Tudjátok, hogy milyen alapvető lelki ajándékok vannak? Például a kedvesség. Lélek gyümölcse a szívesség, a jóság, a hűség, a szelídség, a mértékletesség. Ugye vannak emberek, akiknek a társaságában jó lenni, nem? Vajon mi mindjárt olyanok vagyunk, hogy jó lenni velünk? Ezekkel a lelki ajándékokkal szolgálunk? Mert mi sokszor azt hiszük, hogy az Isten népe az olyan,
lesz majd egy csodaszervezet, ahol semmi probléma nem lesz, és mindenki ijetti be, majd adventista lesz, mert csak az adventisták üdvözülnek. Hát ez nem így lesz. Sok olyan ember üdvözül, akire nem is gondolunk, de csak olyan ember fog üdvözülni, aki Jézustól szeretni tanul. És az rostáltatik ki, aki a menny anyanyelvét, a szeretetet, az egymás iránti szeretetet, a lelki ajándékokkal való élést a másikért nem gyakorolja. Mert tudjátok, mit jelent adventistának lenni? Másikért itt élő embernek lenni. A másik az fontos, mert te egyedül nem tudsz üdvözülni. Egy szárnyú madár nincs. Ez becsavarodna, mint így repülne, egy dugóhúzóba, puff, leesne. Egyedül a keskeny úton nem lehet menni, mert olyan keskeny, hogy leesel. Egyik kezeddel Jézus kezét kell fogni, a másikkal meg a testvéred kezét. Egyedül nem megy. Másokért itt, ebben a helyzetben. Nagyon sokszor ilyen elvágyódó emberek vagyunk. Szeretnénk valahol ideális helyen lenni. Majd én elszaladok oda, ahol engem jobban szeretnek. Pedig Jézus azért küldött ide, hogy te taníts szeretni azt, aki nem szeret téged úgy. Itt élő embernek lenni. Isten nem azt akarja, hogy angyal légy, nem leszel angyal. Legfeljebb csak olyan értelemben, hogy küldött leszel. De a mennyerőpenő libaszárnyat kinyövését ne várd, mert nem fog kinőni. Ő csak azt akarja, hogy ember légy, ahogy ő megteremtett, nem? És amikor visszajön, ezért az emberré fog visszaalakítani engem. Új emberré. Mert ő az ember fia, nem? Aki megmutatta, hogy lehet ember módon élni az emberek között. Mi olyanok vagyunk, hogy emberként élünk az emberek között. Itt a vendégszeretet példáját mondja, aztán a prédikálás példáját, a szolgálatok példáját mondta. És ez Istentől kapó elővel, hogy mindenkor dicsőítessék az Isten. Vagy mi csak szóval dicsérjük az Istent, prédikációval, vagy pedig ezekkel a lelki ajándékainkkal, amit Isten kap, adott nekünk. És ez egy alapvető dolog, amit nagyon-nagyon elnézést kérek, valami nagyon világosan kellene látni. Nagyon világosan megmutatja az ige azt, hogy Krisztust várni csak életminőséggel lehet. Ha én, amit kaptam az Istentől, azt továbbadom. Ha másikért itt élő ember vagyok. Mert nem azt tesz engem Krisztus váróvá, hogy hány kiló jelet tudok felsorolni. Vagy hogy tudom kitalálni, hogy ezt összevetem avval a proféciával, meg ezzel, akkor majd így lesz, majd így lesz a jövőben, meg úgy lesz a jövőben, nem tudok, hogy hogy lesz a jövőben. Legyen példa Jézus első eljövetele. A zsidóság soha úgy a Mesiást nem várta, mint az első században, amikor Jézus eljött. Soha olyan profécia ismerete a zsidóságnak nem volt az ószövetségi proféciákkal kapcsolatosan, mint Jézus első eljövetelekor. Nem csak az írástudók és a farizeusok tudták ezt, hanem mindenki. Soha olyan buzgó, hívő zsidók, mint Jézus idejében nem voltak még soha. A farizeusok az életüket adták a törvényért. És mi az érdekes? Eljön Jézus, róla beszél az összes ószövetségi profécia,
Egész életét Jézus úgy éli, hogy beteljesedjék az írás. Ugye Máté ezt nagyon sokszor elmondja, aki a zsidókhoz írott evangélium volt. És nézzétek meg. Nézzetek Betlehemre. Valahol messze, 3 nap keleti bölcs, pogány pap volt. A nap keleti bölcsek pogány papok voltak, ha tetszik, ha nem. Csak egy ószövetségi proféciát ismertek. És útnak indultak, eljöttek Jeruzsálembe. Megkérdezik, hol fog megszületni a Mesiás. Gond nélkül elmondják az írástudók, farizeusok, papok, hogy hol. Gond nélkül. És a napkeleti bölcsek oda találnak. Hány hívő írástudó ment el velük? Ez a hívőt ezt idézőjelben mondtam. Egy se. Sőt, Herodes, aki szuper zsidó akart lenni, ezért építette fel a templomot, és állandóan kihúzta magát, csak az élete nem volt szuper zsidó élet, etikailag. Julius Caesar azt mondta, hogy inkább lennék disznó Herodes udvarában, mint a fia, mert biztosabb lenne az életem. Az összes fiát lemészárolta hatalomfértésből. Hát ma is azért hatalomfértésből szoktunk ám mészárolni egymást. Tudok adventista példát is, ha akartok. Szóval, hány írástudó ment el farizeus? Egy se. Sőt, úgy csavarták az írásokat, hogy végül a Szinhedrion azt mondja, jobb nekünk, hogyha megszabadulunk a Jézustól, mint. Halálra ítélték Jézust. Tisztára adventista bűn. Vajon az életünk prédikál, vagy csak a profécia ismeretünk? Vajon a jelen eseményeiből ki akarjuk találni a jövőt, vagy a biztos jövő, hogy Jézus visszajön, átalakítja a jelenünket? Futurológikusak vagyunk, vagy profétai gondolkodásunk van? A jelenünk változik, vagy pedig várjuk, hogy megváltozik majd jóra, rosszra a jövő? Ez a kérdés. Mert a vége pedig mindennek közel van. Ezért, atyám fiai, legyetek éberek és józanok, hogy imádkozhassatok. És mutassa meg ezt az imádságot, nem a szép szó, hanem az egymás iránti szeretet, egymás elfogadása, a lelki ajándékokkal való élés, mert így várhatjuk Jézust, és így jön vissza Jézus. És ez segítsen minnyájunkat az Úr az ő kegyelméből. Amen.